Aggasztóak a demográfiai adatok Maros megyében, a magyar lakosság száma az elmúlt két évtizedben több mint 60 ezer fővel csökkent. A két fő tényező, amelyek erősítik ezeket az adatokat, a születések számának drámai csökkenése és az elvándorlás. Ezek a negatív mutatók jelentős mértékben látszanak az iskolák létszámain is, arányosan a magyar iskolákban, osztályokban egyre kevesebb a tanuló. Évről évre csökken a tanköteles gyerekek száma, és ennek a következménye, azt is viszonylag könnyű kitalálni. Ugye, ha kevesebb a gyerek, kevesebb az osztályok száma. Ha kisebbek az osztályok, létszámuk alapján, bizonyos kritikus szint alatt, eddig 12 volt, az új közoktatási törvény szerint 10 alatt, összevont osztályokká lesznek. És egy idő után, ha az iskolában tanuló gyerekek száma annyira lecsökken, akár meg is szűnhet az iskola, az óvoda. 2023. szeptemberében Maros megyében közel 87 ezer diák kezdte el a tanévet, ebből csupán 27 ezer tanul magyar osztályokban. Ahhoz, hogy egy osztályt elindíthassanak a tanintézmények, megvannak a kötelező minimum létszámok. Az új tanügyi törvény szerint minimális szinten, de csökkentek az induló osztályukra vonatkozó létszámok. Elemiben és 5-8-ban minimum 10 gyerek kell legyen egy osztályban. Középiskolában 15 az új tanügyi törvény szerint. A korábbi törvény előírásai alapján hasonlóak voltak a számok, de kicsit nagyobbak. Tehát elemiben és 5-8-ban 12 gyerek szükségeltetett. Aztán bölcsödében 5-8 gyerek, óvodában minimum 10 az új szerint, a régi pedig minimálisan 5 gyereket írt elő a bölcsödének és 10-et az óvodás csoportnak. Iskoláink 300 fő fölött működhetnek önállóan, az óvodák 150, újabban 140, a bölcsödék 120, a speciális oktatási intézmények pedig 100 fő fölött. Nem csak a magyar iskolákat és nem csak a Maros megyeieket érinti az az új intézkedés, amelyet a tanügyminisztérium hozott, miszerint a 8. osztályos diákok létszámától függetlenül külön kell órákat tartani. Ez a pedagógusokat is érinti. Az idei új módszertan pedig kimondja azt, hogy létszámtól függetlenül önálló osztályokként kell megszervezni őket. Igen ám, de ugyanaz a tanügyminiszteri rendelet, a 3036-os, ugye folyóév január 9-i keltezéssel kimondja, hogy megye szinten bele kell férni az álláshelyek az úgynevezett posztok számába. Tény, hogy ha egy mód van rá ennek a szétválasztásnak, annak, hogy a 8. osztály önálló osztályként létezzen, meg kell történnie. De semmiképpen sem a másik három gimnazista osztály róvására. Ha tehát fennáll annak a veszélye, hogy a másik három évfolyam bontás nélkül egyetlen osztatlan osztályba kerülne, ugye a kis létszámok miatt, akkor inkább maradjon a 8. osztály is összevonva. A tervezet szerint ez az intézkedés arra szolgál, hogy növelje a 8-osok teljesítményét a képességvizsgákon, elősegítse a megfelelő felkészülést. Azonban a jelenlegi felállásban is a vizsgatantárgyakat, a román nyelv és irodalmat, a magyar nyelv és irodalmat, valamint a matematikát külön tartják meg nekik a pedagógusok.